Jó estét kívánok! A Múzsa magazin május 19. kiadását látják. Alig egy hete, hogy életének 64. évében váratlanul elhunyt dr. Király László György közgazdász, a Corvinus Egyetem címzetes docense, neves fotóművész. Király László György Kecskemét közéletének, kulturális életének jellegzetes, meghatározó alakja volt, aki pályájának elején néhány éven át külső munkatársa volt televíziónknak is. Változatos életpályát futott be, egyebek mellett a Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun megyei igazgatóságának, később a megyei adóhivatalnak is első számú vezetője volt. 2002 és 2005 között ő töltötte be az APEC elnöki tisztét. Ezt követően dolgozott a pénzügyi szervezetek állami felügyeleti tanácsának tagjaként, vezette saját adótanácsadó vállalkozását, majd haláláig a Leitner und Leitner adótanácsadó cég kecskeméti irodájának vezetője volt. Magas pozíciói mellett mindvégig városához hűséges, valódi lokálpatrióta, igazi kecskeméti maradt, sokak szeretett Király Lacia. Mai összeállításunkat teljes egészében az ő emlékének szenteljük. Közvetlen munkatársai és néhány archív felvétel segítségével felidézzük alakját, fájdalmasan korán lezárult pályafutásának néhány epizódját, tudomásul véve a felfoghatatlant, hogy kedves kollégánk és barátunk már csak az emlékeinkben él tovább. Legyenek társaink az emlékezésben! Dr. Király László György neves közgazdász és közigazgatási szakember lett, de gyermekkorától televíziós újságíró szeretett volna lenni. A KSH megyei igazgatói széke után már a Primör kozmetikai vállalat gazdasági igazgatójaként, előbb egy gazdasági pénzügyi műsor vezetőjeként, majd önálló producerként volt éveken át a munkatársunk a kecskeméti televízióban. Ezt az időszakot idézte vissza a 2007-ben készült portréfilmben. Akkor már elég régóta televízióztam a Kecskeméti TV-be, és akkor úgy gondoltam, hogy talán egy önálló tévéműsor készítő vállalkozáson megállna a helyét itt Kecskeméten, és akkor azt gondoltam, hogy kiszállok a Primörből, elköszöntem szépen, és belefogtam egy másik vállalkozásba. Az egyik műsor típus, amit kitaláltam, az egy párhuzamosan futó férfiak számára és nők számára is készülő magazin, a férfiak számára Boss címmel, a nők számára Bros címmel, és már a két cím is kicsit utal arra, hogy itt egy iker műsorról van szó. Tulajdonképpen a dolog lényege az volt, hogy a férfi magazinban olyan dolgokról tudósítottunk magazin szerint, hogy férfiakat érdekli, vagy amiről én azt gondoltam, hogy férfiakat érdekli, a nőiben meg, ami a nőket érdekli, hát divatról, illatszerről, gyereknevelésről, kozmetikáról, amit meg autóról, meg műszaki dolgokról, meg persze férfi divatról és ilyesmi. A másik műsor, amitől nem reméltem akkora üzleti sikereket, viszont talán egy kicsit jobban a szívem csücske volt, egy Régen találkoztunk című műsor volt, aminek a koncepciója az volt, hogy Kecskemétről elszármazott embereket hívtam meg, mégpedig minden műsornak két része volt. Volt egy kimondottan beszélgetős, egy közéleti szereplővel, és a másik fele pedig egy művésszel, az mondjuk olyan városba sétálós, régi helyekre elmenős, tehát másfajta, kicsit hangulatiban másfajta volt. Ezt Borzák Tibivel csináltuk közösen, illetve hát a Dudar Pista volt a rendezője. Érdekes módon én ettől nagyobb sikert reméltem, de valahogy nem keltette föl igazán a nézők érdeklődését. Míg a Bosz és a Bros azt gondolom, hogy egy ismert, népszerű műsorrá tudott válni. Mint egy 40 éve ismerem Király Lacit, tehát abban azon szerencsés emberek közé tartozok, akinek megadatott ez a hosszú ismeretség. Én fiatal pályakezdő közgazdász voltam a megyei tanács tervosztályán, amikor a Laci a diplomazáró szakdolgozatát készítette, és ehhez gyűjtött szakmai anyagot, szakmai hátteret a tervosztályról, és gyakorlatilag az első konzulense is innen került ki, mert Szakolcai Pali látta el ezt a
nemes és részben hálátlan tisztséget. A Lacinak a szakmai, közgazdasági munkásságát a legtöbb ember a adóhivatali pályafutásán keresztül ismeri, de meg kell mondjam őszintén, hogy a Laci az egyáltalán nem a könyökvédő bürokraták sorába tartozik, sőt, a személyes érdeklődése és a közgazdasági érdeklődése, azt nyugodtan mondhatom ezzel a hivatalos kifejezéssel, hogy a interdisziplinális tudományok felé sodorta. Közgazdasági munkásságában sokkal inkább jellemző volt az, hogy a gazdaságnak a társadalomra és a politikára gyakorolt hatásait elemezze. Ez hatotta át egész munkásságát és szakmai irányultságát is. Ebből a szempontból egy tipikus vezető alkat, bátran mondhatjuk, hogy a ég is arra teremtette a Lacit, hogy valamilyen szervezet, vagy vállalat, vagy egy közösség vezető személyiségévé váljon. Tehát az a fajta egyéniség volt, akit nyugodtan nevezhetünk, hogy jó hajós kapitány, aki mindig tudja, hogy melyik kikötőbe akar tartani, és ehhez megfelelő személyzetet is gyűjtött maga köré, egy jó navigátort, egy jó első tisztet, egy jó fedélzett mestert, és ő korántsem az a típusú vezető volt, aki azzal akarta elkápráztatni a beosztottait, hogy a részleteket aprólékosan ismerte. Tehát magyarul nem szerette volna a horgony személyesen felúdni és ezzel példát mutatni a munkatársainak, inkább a célt és a távlatokat jelölte ki számukra. Értsük meg, hogy az adóhivatalnak ugyan alapvetően az a célja, hogy az adórés csökkentse, tehát az elmélet és a tényleges adóbevételek közötti különbséget az minél jobban lecsökkentse, de ennek különböző útja, módja van. És ez nem csak a szigor, meg a kiabálás, meg a büntetés, meg az ijeszgetés, hanem van egy csomó olyan adózó, akit segíteni kell abban, hogy a kötelezettségének minél jobban eleget tudjon tenni, és őket segítenünk kell, ott az a dolgunk. Másokat ijeszgetni kell, máshova, tényleg, aki ki akarja kerülni az adót, ott pontosan irányított ilyen szárnyas bombákkal, hogy nem lerombolni mindent, és akkor biztos elpusztul az is, akinek kellett, ne pusztuljon el senki először is, másrészt pedig szépen irányított módon oda nyúlni, ahova kell, és ott beállítani, ahogyan kell. És legyünk méltányosak, amennyire lehet. Én ezt igyekeztem egész pályafutásom alatt képviselni. Szomszédok voltunk, és építkeztünk, és az alapozás kapcsán, miután lement a nap, ott volt a hatalmas nagy halom beton. Mit csináljunk? Se világítás, sem volt semmi. Laci kitalálta, hogy álljunk oda a szélére a munkaároknak, és akkor volt ott egy ilyen lemez. A lemezből képeztünk egy ilyen visszatükröző felületet, fölkapcsoltuk a lámpát, és a tükör beállítása kapcsán utána ott a munkagödörben szinte nappali fény volt, de be tudtuk fejezni a munkát. A másik rész az is egy érdekes volt, ugyanígy egy ilyen pince ugyanazon a házon a pince kapcsán került be képbe, hogy később hozták a betont. Ez az építőiparban sokszor előfordult, és bizony lement a nap. De akkor már fáradt volt a Laci, és mondta, hogy eldobta, emlékszem rá, a lapátot, mondta, hogy közgazdász vagyok, nem kőműves, elegem van, hazamegyek. És akkor mászott ki a munkagödörből, és soha nem felejtem el, ott volt a szintén hatalmas nagy kupac beton, és azt mondta, hogy hát ide figyeljetek, kitaláltam valamit, ha hazamegyünk, hogy mégse föl kelljen törni majd ezt a kupac betont, két betonvasat meghajlított, beleszúrta, és azt mondta, majd darúval ezzel fogjuk majd fölemelni, és akkor megúszuk ezt a munkát is. Tehát érdekes volt az ő hozzáállása az egész történethez. Tehát mindig olyan vidám sztorik ezek, hogy muszáj rá emlékezni. Király Laci a Kecskemét Kultúráit Alapítványunknak volt a felügyelő bizottságának az elnöke, jó barát, és ezen túl is az alapítvány egyik meghatározó egyénisége, személyisége volt. Mindenben együtt értettünk, együtt próbáltunk tervezni olyan dolgokat, mint például a Kecskemét felnőtt színjátszásának, műkedvelő színjátszásának több éves programja elindítása. Laci volt az egyik ötletadó, vagy éppen nem is olyan régen, tavasz elején beszéltünk pont a új gyerekéről, a mélymerülésről, hogy hogyan lehetne a Kecskeméti Alapítvány programjával, a fiatal tehetségek gondozásával együtt összehozni ezeket, teret adni a fiatal művészeknek, ne talántán, és a lapot is ezzel segíteni. Amúgy Laciról annyit érdemes mondanom, vagy tudni is, hogy
egy újkori, modern polihisztornak is tartom egy kicsit, abban az értelemben, hogy a polihisztorság azt is jelenti, hogy nem csak sok irányú az érdeklődése az embernek, hanem azt olyan igényesen, olyan tudományosan, olyan fokozott szinten próbálja megvalósítani és tenni is az életbe. Legyen akár gasztronómia, legyen az akár bor, vagy az ő fotója, vagy a kultúra szinte minden szeglete. Úgyhogy ez volt, amit ő mindig tökéletesen szeretett volna csinálni. Nagyon fog hiányozni, de hát ugyanúgy próbáljuk tenni a dolgunkat, meg csinálni, hogy ő is szeretné ezt a későbbiekben is majd. A Mélymerülés 2000 példányban kinyomtatott első számából 80-at azonnal megvásároltak a labbemutató helyszínén. A továbbiakban a Máltai Szeretetszolgálat utcai terjesztőinél, a Bozsó gyűjteményben és a Leskovszki hangszergyűjteményben lehet majd megvásárolni a 450 forintba kerülő kiadványt. A szerkesztők nagyon szeretnék, ha minél több helyszínen vállalkoznának a terjesztésre. Ennek módja Király László György szerkesztő, ismert adószakértő szerint jóval egyszerűbb, mint azt sokan gondolnák. Ez az egyik legfőbb problémánk most. Tudunk újságot csinálni, meg van érdeklődés, de valahogy el kéne juttatni az újságot az emberekhez. Ráadásul ez a létező legegyszerűbb dolog, és egyáltalán nem riasztó, ugyanis az adózás rendjéről szóló törvény egyetlen termékre nézve engedi meg, hogy ne kelljen se kézinyugtát adni, se pénztárgépbe ne kelljen beütni, és ez a sajtótermék. Több közös kezdeményezésünk, programunk, ügyünk volt Lacival. Most is csak jelen időben tudok igazából gondolkozni róla, nagyon furcsa múlt időben beszélni. Kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik a idén elkezdődött Mélymerülés utcalap. Az egy kulturális magazin, negyedévente megjelenő, egyben jótékonysági célú is. Ennek az egyik szerkesztőségi tagja volt szerencsém vele szerkesztőségi tagnak lehetni, úgy is, mint fotóművész, úgy is, mint jótékonysági közösségi ember. Fantasztikus ötletek, fantasztikus energia jellemezte, és mindig mindent megoldott. Szenzációs megoldó képesség. A másik, amiről szót ejtenék, az a Kecskemétiek Mesélik Facebook csoport, azt ő találta ki, de megtisztelt azzal, hogy társaságul fogadott. Annak a lokálpatriotizmus, a helyi identitás erősítése volt a célja, történetek leírása, kecskeméti történetek, kecskeméti emberek, saját hétköznapi, mégis nagyon érdekes történetei. Egy másik fajta történelem szemlélet, rendkívül sikeres lett a kezdeményezés, de egy ideje már elhalványult, viszont ameddig tartott, addig mind a ketten nagyon büszkék voltunk rá, olyannak szerettük volna, mint az élet a régi Kecskeméten, csak nem fotók, hanem emberi történetek megírása. És ezt is vele találtuk ki, még pontosabban ő találta ki, de együtt csinálhattuk. Nagy közös munkánk, amiket nagyon szerettünk, az az Élet a régi Kecskeméten klubhoz fűződik. 2012-ben Kerekes Gyula, akkor még gimnazista fiatalember, aki régi kecskeméti képeket, képeslapokat gyűjtött, hozta létre ezt a Facebook csoportot, megosztotta féltett, fogalommá vált cipős dobozában őrzött kincseit, és pillanatok alatt olyan 3,5 ezer ember összeverődött a Facebookon, és Király Laci keresett meg engem, hogy próbáljuk meg a virtuális térből a valós közösségi közegbe lehozni, levarázsolni ezt a sok-sok érdeklődő embert, és közösen elkészítettük a terveket Kerekes Gyulával is, és 2012-ben a Múzeumok Éjszakáján, a Bozsó Gyűjteményben és a Kulturális Központban kiállításokkal a tagok cipős dobozaiból válogatott város történeti kincsekkel, előadásokkal, bemutatókkal vártuk
az érdeklődőket, nagy sikerű volt ez a bemutatkozás, rendszeresen meg tudtuk szólítani a város történetének még élő alakjait, akik nagy sikerű előadóesteket, előadásokat tartottak 50-100 fős népes közönség előtt, és már 17 ezer fölött van ennek a közösségnek a száma, és egyre nehezebb volt a szerteágazó érdeklődési körű embereket együtt tartani. A közösség ma is működik, de nem a kulturális központ égisze alatt. Már a 2000-es évek 10-es éveinek elején vagyunk, amikor jó emlékezetű Farkas Gábor barátunk gründolásával elindult ez a Kecskeméti Ifjúsági Fővárosa program, aminek egy ilyen magja volt a KIFLI, ugye a Kecskeméti Ifjúsági Főváros Liga csapata, felnőtt tapasztalt, nem csak okoskodó, hanem azért tanácsadó testületben együtt működtünk és működhettünk. Majd pedig nem is olyan régen, ez a múlt év nyarán derekán volt, amikor Csatári Bálint ajánlására én is bekerültem a Sárközi Erikáék féle Cédrusnet innovációs körébe, amelynek egyik mozgatója, nyüzsgő hangadója volt Laci, és akkor is sok mindenbe egykövet fújtunk, még akkor is, hogyha netán nem mindenbe értettünk egyet, de hát ez volt a szépsége és bája ennek a kapcsolatnak. Király Lászlónak a gasztronómiához is sok köze volt. Kiválóan főzött, különösen a kínai ételeket készítette el sok személyes ötlettel. És nevéhez fűződik a már több mint 20 éve létező borkedvelő csoport, a Méltó Torok névre hallgató asztaltársaság megszervezése is. Ennek is természetes vezetője volt, anélkül, hogy a tagság közül ezt bárki, akár egyetlen pillanatra is kétségbe vonta volna. A borok iránti tisztelet az részben családilag érkezett, hiszen édesapám, mint mezőgazdasági osztályvezető találkozott borokkal, és amikor gimnazista voltam, akkor figyelmet fordított arra, hogy a barátaimmal jó bort igyunk, és ne menjünk el, ne sokat, hanem jót. Ez egy fontos üzenet volt. Utána pedig kollégistaként összebarátkoztam Heyman Zolival, az ismert szekszárdi borásszal. Ő is ragasztott rám a jó borok iránti tiszteletből. És aztán, amikor még nem volt ekkora nagy divat a borozás, már akkor egy ilyen kisebb társaságot igyekeztem összefogni magam körül, mert jó borokat nem érdemes egyedül inni. Lehet, de társaságban azért sokkal jobb. A másik érintkezési pontja a privát életünknek az a borászat iránti érdeklődés, a bor szeretete volt. Körülbelül 20 évvel ezelőtt találkoztunk ilyen minőségünkben először, még az ismert kecskeméti hátterű borszakértő Cseh Gábor szervezésében nemzetközi, mondjuk azt, hogy borászati szeánszokon vettünk részt. De ez alatt, az időszak alatt, mint kiderült, a Laci már megállapította az érdeklődő barátaival közösen a Méltó Torok nevű civil szerveződést. Ez a Méltó Torok azóta is él és létező organizmus, 10-12 fős stábja havi rendszerességgel összejön, ahol a bor iránti vonzalmunkat, szeretetünket igazán kulturális, civilizált formában fejezzük ki. Ebben a kis klubszerű foglalkozásokon is megmutatkozik Lacinak az a kiváló szellemisége, hogy részére a bor az nem csak egy élvezeti cikk volt, nem csak egy fogyasztásra alkalmas bódító valami, hanem ez egy kulturális termék. Ha a Laci beszámolt boros élményeiről, borútjairól, amit nagyon gyakran kiváló barátjával, a ismert szekszárdi borásszal, Heyman Zolival közösen ejtett meg, akivel egyetemista hívfolyamtársak voltak és régi barátság kötötte, akkor Laci beszámolója az egy élményszerű valami volt számunkra, hiszen megmutatta számunkra és mindannyiunk számára példaértékűen, hogy a bor az egyben egy kulturális termék, az emberiség történetének szerves része, tehát valamely esetben egy bort nyitottunk, akkor kitárult számunkra
mondhatnánk, hogy Európa egésze, és ez egy örök élmény maradt számunkra. Egy alkonyi László nevű borszakíró mondta azt, hogy a nagyon jó borok azok méltó torkot kívánnak maguknak, és szép emlékű Vörös Tibi barátom kért meg néhányunkat, hogy az akkor általa igazgatott menedzsert vezetett Liberté kávéházba válasszuk ki a házborát, és akkor végig kóstoltunk 6 vagy 8 bort, és értékelgetünk, és akkor azt mondtuk, hogy ez egy jó játék. És úgy maradtunk 20 éve. És úgy maradtunk 20 éve, azóta is az alapszabály ugyanaz, hogy mindenki hoz egy bort, amit jónak vagy érdekesnek talált. Ugye ez egy ilyen és vagy. Jobban szeretjük, ha jó bort hoznak, és nem érdekes. De az érdekesből is lehet tanulni. Így aztán mindig szabályozva van a bornak a mennyisége, mert mindig pont egy üvegnyi bort iszunk meg, és közben beszélgetünk borról is, meg másról is. Tényleg jó társaság. Még az APEC hivatalban lévő elnöke volt, amikor az első nyilvános sikereit aratta fotográfusként különféle pályázatokon. Alkotótársat és barátot talált Öveges Lászlóban, Kecskemét főépítészében, akivel közel 20 közös kiállítást jegyeznek, és együtt vették fel őket a Magyar Fotóművészek Szövetségébe is 2007-ben. Király László György rövidesen az elnökség tagja lett, szerepet vállalt a Magyar Fotográfiai Alapítvány elnökeként a Magyar Fotográfiai Múzeum működtetésében, gazdasági vezetőként haláláig segítette a mai Manóházat. Kitalálta és Újvári Sándor fotóriporterrel közösen kurátorként működtette a Kecskeméti Fotószalon, amely 4 alkalommal került falra életében. Több fotográfiai tárgyú könyv kiadását segítette elő. 2010-ben hosszabb írást közölt róla a Zoom magazin. Laci egyike volt annak az 5 alkotónak, akinek képei Brüsszelben a magyar elnökség idején az Európai Unió tanácsának épületét díszítették. Amikor a digitális fényképezés elérhető lett árba is és technikába is, akkor kezdtem el igazán aktívan foglalkozni a fényképezéssel, és nagy lökést adott az én fotószenvedélyemnek, hogy 2 évvel ezelőtt Öveges Lacival egymásra találtunk, ismertük egymást régebbről is, de fotósként hát egy ilyen kis alkotóközösséget hoztunk létre. 2 kiállításunk is volt már, egy Kecskeméten és egy Kiskunfélegyházán, és most szeptemberben vehettem át a Lumix, Panasonic Lumix digitális fotópályázat természet kategóriájában a győztes képér járó elismerést. És azt gondolom, hogy ez valódi elismerés, mert 2600 képet küldtek be erre a pályázatra. Nagyon nehéz emlékezni egy olyan emberre, akinek a hiánya minden percben csak fájóbbá válik. Nagyon nagy megtiszteltetés, szakmai megtiszteltetés számomra, hogy Király László György és Öveges László első jelentősebb kiállításánál, fotókiállításánál bábáskodhattam, segíthettem az első lépéseiket. Egészen megdöbbentem, amikor Király Laci megkeresett, hogy szabad idejében fotózik Öveges Lacival együtt. Készítettek egy portfóliót, és meg kell mondani, hogy a szakma szabályai szerint szépen összerakva, és szeretnének előbb vagy utóbb a kulturális központban egy kiállítást. Mondták, hogy örülnének, ha én segíteném ezt a munkát, és mindenféle tanácsokat várnak tőlem a képek kiválasztásában, a képkivágás megválasztásában, a nagyítás mienségében. Megnéztem a képeket, és sugárzott róluk a tehetség és az önálló szemléletmód, viszont meg is ijedtem, mert nem rendelkeztem annyi háttértudással a fotoművészet területén,
ami ilyen segítségre Laciéknak szükségük volt. Ezért megkerestem Kincses Károlyt, aki akkor a Fotográfiai Múzeum igazgatója volt, ő is megnézte az anyagot, és örömmel segítette az ifjú fotós emberek munkáját. Aztán még több kiállítást is csináltunk közösen, de úgy gondolom, hogy ennél nagyobb szakmai elismerést nem okozhattak volna nekem, hogy alkotó tehetségük kibontakoztatását segíthettem. Fotósként Öveges Laci és Király Laci minden hazai és nemzetközi sikerének örültem, és úgy gondolom, hogy nem csekély munkát, energiát fektetett bele Király Laci és Öveges Laci ebbe a munkába, hiszen rövid idő alatt a Magyar Fotoművészek Szövetségének tagjai lettek, és rangos nemzetközi kiállításokon is képviselték Magyarországot. Amikor a pillanat művészetét, a fotográfiát megtalálta, ez egy olyan kiteljesedés volt nála, én láttam azt, hogy mennyire megváltozik, átlényegül, és tényleg megtalálta azt a játékszert, amire mindenki vágyik az életében, hogy egy olyan dolog legyen, amit boldogan csinál, önfeledten, és ezt is tökére fejlesztette, mert ez is jellemző volt, hogy amiben belekezdett, abban mindig a maximalitást akarta elérni, és el is érte. Tehát én azt gondolom, hogy ebben is ez volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a művész találkozót, amelyeket 18 éve szervezek a kertünkben, minden augusztus végén, abban ő mindig ott volt Öveges Lacival együtt, és hihetetlen módon segített már a berendezésbe, és utána az elbontásában is a kiállításoknak, de aztán ő tartotta ott természetesen az ebédhez, ebéd utáni borkóstolót is, erről nagyon híres volt a Laci, hiszen nagyon szerette az ízes nedűt, és tudott róla beszélni, ismerte is, tehát minden lényegét a bornak. És hát a másik pedig a Művész Kávézónak is volt többszörös kiállítója, meg kiállítás megnyitó ceremónia mestere is. Nagyon nagy fájdalom, föl se lehet fogni jelen pillanatban, hogy mit a hiánya mit okoz. Tudatos művész volt. Intellektuális indítatású műveiben az igazat, a valósat, az annak áldala vágyott rendjét kereste. Olyan alkotó volt, aki az emberek és a dolgok mélyére tekintett, és látott is. Oda, olyan mélyre, ahol a felszínt takaró látszat alatt a valóság várt. A megoldások kulcsa rejtezett, az igazi érzelmek, az eredeti humor forrása búvott meg. Ő azok közé tartozott, aki látta ezt, és képes volt a felszínre hozni önmaga és mások örömére. Legjobb műveiben a felszínre hozott tiszta valóságot, általa persze bemutathatóvá téve, engedte keveredni a látszólag hamis látszattal. Engedte, mert a látszat mi vagyunk, mi emberek. A látszatot mi hozzuk létre. Erényeinkkel, hibáinkkal, tetteinkkel, vágyainkkal, álmainkkal, ezt meg kell mutatni. A látszatot engedni kell. Látszat nélkül a valóság csupán szára szikár tények összessége. Látszat és valóság kapcsolatát, titkait kereste. Látszat és valóság. Ez volt első közös kiállításunk címe. Látszat és valóság. Ez volt erős, intellektuális barátságunk egyik fontos kötőeleme is. Az egész, mondjuk úgy nagyképpen a fotográfiai programomnak a része, a rendet keresni a világba. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valamiféle rend mindig van a világban.
de azt meg kell találni, azt meg kell látni. És hogy a kompozíció, ami a fotográfiának szerintem az egyik legfontosabb eleme, mert ugye a festő azt fest, amit akar, úgy komponál, ahogy akar. De a fotósnak legalább illik a valóságot megtartani a tekintetben, és ezt a kivágással, vagy hogyan tartja a gépet, azzal tudja ezt megoldani. Tehát hogy egyszerűen egy jó kompozícióval meg lehet ragadni azt a rendet, ami a világban van, és igen, van szerintem a világban rend, csak tudni kell látni. És ha adott örömet nekem a fotográfia, akkor az volt a legfontosabb, hogy tudom a világot fotóban látni, és tudok gép nélkül is komponálni fejbe, és tudok örömet találni magamnak egy jó fejben elkészített fotográfiától is. A legjobb képeim egyébként fejbe születnek. Király Lacit 2006 óta ismerem. Amikor én igazgató lettem itt a Magyar Fotográfiai Múzeumban, ő már akkor a Magyar Fotográfia Alapítványnak volt egyik kuratóriuma, majd később ő lett az elnöke, és pont azért lett ő az elnöke, mert mindenki egy nagyon egyenes, nagyon segítőkész embert ismert meg személyében, egy olyan embert, aki fotográfusként is értette a szakmát, illetve a közgazdaságtan révén segíteni is tudott a vállalat, alapítvány, illetve a Mai Manóház működtetésében is. És amikor átvettem a Mai Manóházat, pontosan ezért kértem meg, hogy gazdasági igazgatóként szerepeljen mellettem, mert hogy maximálisan megbíztam benne. Laci non-figuratív fotókat kedvelte a leginkább. Ezzel a pályázati anyagával is vettük fel a Magyar Fotoművészek Szövetségébe, ahol a kortársak tiszteletét is kiváltva kétszer is megválasztották a szövetségnek az elnökségi tagjai közé. És azt gondolom, hogy jelentősebb a kultúra szervező képessége, készsége Lacinak, mint a fotoművészeti tevékenysége, bár ott is jelentőset, a nonfiguratív terén egy számottevő sorozatokat tett le az asztalra. Király László György még személyesen állította össze a most következő képsorozatot, amelyet idén januárban láthatott először a közönség egy vele készült pódiumbeszélgetés alkalmával a Kecskeméti Kamara Színházban.
nagyon sokféle dolog érdekelte Lacit, nyitott volt mindenre, mindenkire, tudott társaira figyelni, soha nem lehetett rajta érezni, hogy a magas állami ranglétra melyik fokán áll, mert ott tudtuk folytatni a közös munkákat, ahol korábban sokszor évek is elteltek, abba hagytuk. Nagyon-nagyon fog hiányozni Laci, és egy fontos ember hiányzik majd itt közülünk. Én talán a jövő építőjének is nevezném a Lacit, vagy a jövő mérnökének, mert a jelen őt mindig abból a szempontból érdekelte, hogy milyen értéket tudunk meghagyni a jövőnek. Nagyon sokat beszélgettünk Lacival arról, hogy valami újabb közösségkovácsolás, mert jó volna civil módra, érdekek, akár ütköztetés, egy ilyen civil polgári kör, egy társulás, egy közéleti klub, amelynek voltak azért előzményei természetesen Kecskeméten. Ez az ide, ami megmaradt és benne maradt, és többek között még az is, hogy a bácsmegyei titégisze alatt ugye terveztük, hogy egy közgazdasági szakosztály újra megalakul. Helyet kerestünk ennek is, és magunknak is, de ez már vele nem valósul meg. Hogy aztán hogyan lesz később ezekkel a közösségi nem makacskodó ideákkal, az nyilván van rajtunk múlik. Nem tudja igazán senki, idő, energia, becsület és a Laci féle útmutatás, zsinór mérték az, amelyhez hozzá tudjuk adni magunkat. Hát valahogy így. Teljes életet élt. Közgazdászként, fotoművészként, közéleti személyiségként, családfőként, barátként, másokat segítő emberként külön-külön is kiválóság volt. Ám ő a saját életére is úgy tekintett, mint a világra. Egészében. Életét egységében látta, élte, minden részletét, külön-külön is összetartozóként, arányossággal, gondozandó műként. Mert ma már látjuk, hogy valójában az ő életének főműve az élete volt. Ez a mű már évekkel korábban teljessé, kerek egészé vált. Ha a számára oly kedves képzettársítással élünk, akkor az ő életművét egy hívogatóan fényes gömbhöz hasonlíthatjuk. Így látjuk. Egy élő, folyamatosan változó, nyitott energiaként, amelyből kifelé az ő személyisége árad. Tudása, segítőkészsége, alkotói ereje. Befelé pedig a barátok, a tisztelők, az általa megsegítettek elismerése, megbecsülése táplálja az energiát. Így gyarapodott hát, és lett egyre gazdagabb, napról napra, egészen élete végéig ez a mű. Ez a tulajdonképpen már kész mű. Az ő életének műve. Teljes életet élt. Thank you.